Több száz méteres sor kígyózott a fővárosban, a Blaha Lujza téren ételosztásra várva. A krisnások hagyományos akciójában rekordmennyiségű, több mint 1200 adag ebédet osztottak szét. A szervezők szerint minden évben egyre többen vannak, akik még nem hajléktalanok, de már rászorulnak az ételadományra. Budapesten kívül több vidéki városban is levessel, ételcsomaggal várták a rászorulókat. Csak nem ezren vártak ma délben Budapesten a Blaha Lujza téren, hogy meleg ételhez jussanak. Mire számít, hogy meddig fog itt sorban állni? Egy két óra hosszú. Megéri? Szerintem egy kis tartalék élelmiszer miatt megéri. Sokan most jöttek először. Én még nem álltam sorba. Még nem. Sajnos, hogy ez az év lett az, amikor oda jutottam én is, hogy sorba állok. Nyugdíjas vagyok, nekem van nyugdíjam, viszont nincs lakásom. Albérletben lakom, 60 000 forintért. Volt, aki nem ételért, hanem ajándékcsomagért állt be a sorba. Hát kapok egy kis csomagot, amit beszeretnék vinni a kislányomnak az intézetbe. Az országban ma több helyen osztottak ételt a rászorultaknak. Itt Budapesten a Blaha Lujza téren több mint 1000 adag étellel készültek a szervezők. Tapasztalatok szerint évről évre egyre több olyan ember jelenik meg az ételosztásokon, akik még nem hajléktalanok, de a rezsim mellett egyre kevesebb pénzük jut meleg ételre. Egyre több család kerül ilyen helyzetbe. De tegnap is itt voltál. Igen. Boldog karácsony. Ma bableves kaptak a sorban állók. Nagyon finom. Jó meleg. A krisnások több mint 10 éve minden karácsonykor segítik a rászorulókat. Országos számot mondok, 6000 adag ételt osztunk ki, a zömét itt, de egy-két helyen vidéken is osztunk ételt. Ételosztás bár kevesebb, mint karácsonykor, de a két ünnep között is lesz a nagyvárosokban. A budapesti hajléktalanok többségét a Blaha Lujza téren találtuk meg. Szájról szájra jár a hír, de a szállókon is kiplakátolják, hogy karácsonykor minden nap ételt osztanak. Ha már 3-9 óta itt vagyok. Nem ő az egyetlen, aki már reggel beállt a sorba azért, hogy ebédidőben meleg ételt kapjon. Én már 9 óra körül idejöttem, mert utána annyian lesznek, hogy a végén kötünk ki, aztán órákig akkor várni, vagy bejutunk, vagy nem jut csomag, szóval inkább előbb idejön az ember. Karácsonykor országszerte több mint 6000, ebből Budapesten 3000 adag ételt oszt szét a magyarországi Krisna tudatú hívők közössége. Rászorulóknak, nem csak hajléktalanoknak. Rokkant nyugdíjas vagyok, és munkám nincsen. Kapok bizonyos összeget, ami épp elég arra, hogy a rezsit fizessem, de jelenleg ott tartok, hogy ha vagy ide beállok, vagy kikapcsolják a villanyomat. Évről évre tapasztaljuk, hogy nem egyedülálló emberek jönnek ide, hanem komplett családok, idős emberek, sokat utaznak, sokan vidékről érkeznek, és babakocsikkal érkeznek ide a helyszínre. Két gyerekével jött a 11. kerületből ez az asszony. Dolgozik, lakása is van, ám a pénze kevés. Úgy alakult, hogy most kevesebb jött össze, mint ahogy szerettük volna. Babgulyás, kenyér, tea és almadesszert volt az ebéd karácsony első napján. Köszönjük szépen! A gondot csomálunk, kellemes ünnepet kívánunk Önöknek is, köszönjük! A kiosztott csomagba került konzerv, liszt, joghurt, gyümölcs és édesség is. Ajándékokból is válogathattak a gyerekek. Merry Christmas.